fáradtság, szédülés, a koncentráló képesség csökkenése. Ha ezt észleljük magunkon, akkor egy újabb kávé helyett inkább igyunk egy nagy pohár vizet. Ezek ugyanis a krónikus dehidratáltság első jelei, ami a nyári hőségben könnyen előfordulhat bárkinél. A kánikulában nem csak a kávé, hanem az alkoholos italok fogyasztásával is óvatosnak kell lenni. A koffein és az alkohol vízhajtó hatásúak, vagyis növelik a veséken keresztül áramló vérsebességét, így módon lassítva az életfontosságú sók felszívódását. De a cukros, szénsavas üdítők sem segítenek a szervezetnek a nagy melegben. Ugye az ilyen cukros üdítők fogyasztása kis mennyiségben maximum, ami elfogadható, de nagyobb mennyiségben folyadékpótlásra azért semmiképpen sem ezek a cukros meg szénsavas üdítők, amik ajánlottak. Tehát inkább ilyen 100%-os gyümölcsleveket, teákat, vagy pedig ugye a legjobb az, hogyha csak simán tiszta vizet iszunk. A hőségben ajánlott napi 2,5-3 liter folyadékot fogyasztani, de ha valaki sokat tartózkodik a napon és nehéz fizikai munkát is végez, ez a mennyiség a többszörösére is emelkedhet, így akár 5-6 literre is nőhet a napi folyadékigény. Az innivalókon kívül a magas víztartalmú ételek, mint az aludtej, a kefír, a joghurt, a lédúszilva, a körte, a dinnye, a levesek, a főzelékek vagy a mártások is hozzájárulhatnak a szervezet folyadékigényének biztosításához. Azonban az élelmiszerek esetében is oda kell figyelni bizonyos dolgokra a nyári forróságban. Az ételeknél ugye arra kell leginkább odafigyelni, hogy a nagy melegben, hogyha nem megfelelő a tárolás, akkor az ilyen teljes tojásos ételek azok sokkal könnyebben megromlanak, és különféle ételmérgezéses tünetekhez vezethetnek. Egyébként pedig arra kell odafigyelni, hogy az ilyen nagyon nehéz, zsíros, megterhelő ételeket kerüljük, és inkább napjában 4-5-ször együnk könnyű ételeket, friss gyümölcsöt, zöldséget. Úgyis itt van most ennek a szezonja, tehát hogy a vitaminraktárakat is feltöltsük így az őszi-téli időszak előtt, inkább ezeknek a fogyasztása ajánlott. A mértékletes fűszerezésnek szintén lehet hűsítő hatása. A friss gyömbér, a fekete bors, a cayenne bors, bár átmenetileg növeli a hőérzetet, azonban az egész testfelületen szétoszlatott hő végül hűsítő hatást fejt ki. De közvetlenül is hűsítő hatása van a mentából, illetve kamillából készült teának is.